Szevasztok! Szevasztok, sziasztok! Szia Baláski is, köszönöm szépen a hostot! Klón, Nekro, Hápi, neked is! Csá, cső, pacsi, mi a helyzet? Hiszitek vagy sem, de péntek van, vége, thank God it's Friday. Bár nekem ebből a szempontból mindegy, mert holnap is dolgozok. Őszi szünet is elkezdődött. Nagyon jó. Jó van, persze. Alázzál még, légy szíves, én meg holnap benszívok a melóhelyen. Na mindegy. Jó, hát jó neked. Akkor tessék hasznosan tölteni. Gémelni, mint a gép. Na jó, hát legalább holnap aludhatsz, amennyit akarsz. Mondjuk én is bőven eljek ilyen 3-4-6-kor felkelni. Na, most vagy a szájvályok javultak meg Black Squad alatt, vagy vagy az, amit én gondoltam, hogy problémás lehet, az oldotta meg a problémát, ami vicces lenne, hiszen az Antalizongot vettem lejjebb tegnap. Hát ha ez a menüben megfogta úgy, hogy egyébként ilyen 180-200 FPS van játékban, akkor ez azt hiszem, hogy nem a gép konfigja a probléma. 100 óra meg lett tegnap. Jesus, miben lett meg 100 óra? Valamilyen játék? Vagy... vagy hol? Miben? Black Squadban meg lett a 100 óra? Az... az mondjuk itt szép, ez egy tetemes mennyiség. Ez gajat. Na, hát figyelj, ha gondolod, pattanj be. Csapjuk. Toljunk egyet. Úgyis igazából most az a terv, hogy TDM, és gyakorlok. Most viszont elmész fürdeni, kezd, nekem ez gyanús. Neu is folyton elmegy fürdeni, amikor engem néz, sőt van, hogy a fürdőkád buliogat. És te is elmész fürdeni, miközben engem nézel. Lehet, hogy nem egy csatornát nézünk. Jól van, menjél csak nyugodtan, igen. Higiénia az fontos. Na, úgyhogy TDM a plan és gyakorlás. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Az a név, I am better than you. Mi legyen, menjünk először a kicsivel. Nézzük, mit tudunk itt kezdeni. Jó. Jó, ezzel mondjuk annyi, hogy nincs... sweet cheese, veszünk lejjebb a hangon, mert... ez így... beteg mód hangos. Nem jó a kép. Mi nem jó a képen? Ó, most látom. Aha. Most lesz a jó. Bocs. Most már jónak kell lennie, szerintem. Csak itt a játék hangon veszek lejjebb, mert ez brutál mód hangos. Így. De nagyok lettek a... adod a bütyöknek. Az egészet? Aha. Hát vagy felezd el, vagy halmadold el köztük. Most jó? Lajos a csítelj. Nem, OBS-ben be lehet kapcsolni ezt az Allow Transparency funkciót, és ez nekem be volt kapcsolva. Ne jogas ilyet, mert még a végén valaki komolyan veszi. Akkor egy cheater vagyok, elfelejtek tájazni, basszus. Au.
Hát, hogy kicsit nagyobb csúzlival jövünk majd a következő körben. Hát ez komoly. A telefonomon egyszer csak felugrott, hogy ő most akkor fel is sírti magát. Hopp. Egy pillanat nem nézek oda, és itt vannak az arcomban. Basszus. Ezt nem is láttam, hogy ez is ellenem van. De azt szerintem nem is ellenem volt. Hát aki ellenem van, az is lőtte. De feljöttek. Bazd meg, Sunshine. Ne agyogjál, az én égboltomon. Hajolok el azért, hogy kilássak a falon keresztül. Gyönyörű. Ezt közben újra töltjük. Vagy... Bazd meg! Szia, HP! Ugyan nagyon más hangja van egy ilyen tisztességes fülessel. Hogy a picsába tud mindig rám lőni, miközben lövöm? Tehát, hogy nem kéne elmozogni a testének, vagy valami? Tam. Csak Balázs volt itt, és ő is elköszönt, hogy elmegy fürdeni. Fasz. Dögölj már meg! Névtelen senki házi. Aha. Jó, oké. Okay. Csak egy fél tájat, 56-os ment bele a gyerekbe, de simán kóricál. Kopjál le? Göcsög. Úgy megöllek, hogy abortuszba reinkarnálódsz, ez meg. Vagy nem. Húsfa ezt. Aha, megvan. Ott volt. Ez a Bugs, ez nekem gyanús.
pláne ilyen jellegzetes cheater névvel. Az én gánátom nem kapott el senkit. A manóba. A manóba? Ú, csávó, a szívbajt hoztad el. Anyádat, hogy rögtön lelősz 18-at, a buzi cheater. Hát mi a faszt képzelsz te magadról? Hoppa. Nem, nehogy meghaj. Buz is egy ilyen játékban. Kicsi a pöcsöd, paszkalap. Még nem is láthatott. Ez mekkora... Milyen meglepő. Aha. Hát persze, jó. Ó. Oh. Ezzel nem volt itt hang. Na. Kulcsom még úgy sincs nyitogatni, úgyhogy nagyjából pont kuk mindegy. Hogy? Mhm. Bocsak, szigetel.
cuki szellemes csúszni. Na na. Mert megint itt vagy? Nem hiszem el. Szépen előkészítem a tájépet, ahogy illik. És az enyém meg itt vegyik a nyálukat a zöld füstben. Pisztolya, headshot, füstön keresztül. Ki volt ez? 6-2, 7-2-es aljánnyal a csávó. Kellett volna mozdulni, ha egyszer megöltem onnan. Támasztod a falat, jó van, az fontos. Akkor Sky. What? What? A fasz... Hát itt... Jézusom! Mi mit csináltok itt? Jól van. Annalgin. Ne fossatok, mert itt vagytok egy csomóan, de sőbb, itt van egy DML-je. Hát. Hagyjátok, hogy ide beszorítsanak? Ficsába máj. Minek jön az ilyen ide játszani? Itt kempel össze-vissza. Yeah.
Te kibaszott Neo, dögölj már meg! Elugrász a golyók elől. Nem lehet ezeket valahogy jelenteni a faszba, hogy ilyeneket nem fizikailag lehetetlen? Jó, kilépek innen, mert jobban felbaszom magam. Játszott volna kézügelnát adja ekkorában, bazd meg az ilyen, nem hiszem el. Jaj, Balázs! Csak vegyél belőtte két Xanaxot, mert fú, basszus, megint olyan játékosok vannak online, hogy gyorsabban számít fejben, mint a processzorom. Milyen néven vagy te itt? Á, megvan. Jó, beszéljön, mert úgyis fendlisztem vagy. Jó, hát most én is, de... Na mindegy. A Cyber még fel se fogta, hogy játszom, a csávó már fejbe lőtt. Ja, Discordja, Discordja. Mindjárt is indítom. Basszus, nem futott. És akkor itt pattints be magad a társalgóba és áthúzlak a livestreambe. Jó, csak nyugodtan. Postot alkot nem szereti.
Hát igen, én ezzel használom egyébként a Discordot Voice Activation-nel. Annyi csak egyébként, hogy jól fel kell konfigurálni és kész. Meg mondjuk persze nem mindegy, milyen mikrofonod van. Kicsit csápatka vagyok, most nézem azt a imen, de nem baj. Jó ez ide. Nekem tökéletes. Megtanultam a levitációt, figyelj. Benne voltam a játékban. Igen, hát az ember megoldja, abból főzünk, ami van, tudod. Megtanultam levitálni. Először is, hogyha egy kicsit felfújom a fejem, akkor ilyen nagy leszek. Olvasd le a számról. Ez mi? Gyerünk Balázs, ments meg mindenkit azt, hogy mert ne kelljen engem nézniük, mert az durva, hogy én itt elszórakozgatom. Majdnem azt mondtam, hogy elszórakoztatom magam, de nem így, nem úgy, hanem amúgy. Szóval érted? Na jó, addig viszont megkukkantom, van-e kulcsom? Hát ha van valami fasz a kulcsom, valami fasz a ládához, az fasz lenne. De vélhetően nincs. Used items I lost. Ja, hogy a láda el fog tűnni, jó, de mutasd mit van. És amit nyertem! Egy kártyalap, de király. Hát mondjuk ilyen nem már van. Nem is azt akartam kinyitni, hanem ezt. Ezeket a szajokat hogy tudom használni? Mi ez, mi ez? Kifogyott a Black Squad. That is good, yeah. Ezt nem tudom elküldeni. Itt azt mondom, hogy Pikacsa, Delete Friend, ez lesz az, nem? Na. Nem, sehol semmi, hogy forward, vagy valami. Ja, hogy P, az felé, király. Jó, hát akkor receive, bazzeg. Húzd be!
Behúzom a homlokom. Na. Viselkedjünk. Mégiscsak publikus helyen vagyunk. Szavaz Balázs! Hello! Hello! Lassan átmegyünk el ASMR csatornába. Hello! Azzal a különbség, nekem nincsenek 185 G-s melleim. Na. Hello, hello! Push to talk-on vagy, ne felejtsd el. Pusold a talkot. Közben azért megnéztem, nem vagy letiltva, mert az nagyon ciki lett volna. Na jó, tépek vissza a játékba. Ezt nem tudom elküldeni? Nem. Csak inboxom van, outboxom nincs, ahogy látom. Tök jó, most élvezem az új fülest. Ez a füst amúgy nem jó semmi az égvilágon. Ez olyan, hogy a csípelyek simán átlátnak rajta. Licenc. Egy jó diving licencet mondjuk. Card. Battle History az ticket. Call sign change ticket. Mikor álljuk itt? Double attendance 50% gold. Aj, máj. Mit akartam? Ja, amúgy izét. Flash-t akartam venni. Hopp, hopp, hopp. Mondom hopp, hogy... Na, Balázs? Nem akarsz velem beszélgetni? No. Nem. Dugd be a mikrofont. Ez a kés, ez mondjuk menő. Ez a Halloween-es cucc. Az a pumpkin az annyira nem, de egynek elmegy. Nem tudsz ám joinolni. Dobok én vett, csak beszélj hozzám Discordon. Ah. Vakker, ha ennyit szívtál azzal a nyambatizével, pustutókkal, most már használd. Küldtem invite-ot. Pustutókkal fogadd el. Hogy... Ilyen kis cuki kártyácskát hol teszek a nevem mellé? Ja, change card. Nem szóltam. Azt mondjuk... Nem, ez. Ó, oh, micsoda kártyám lett. De dúlva! Ó, oh, bakkaj. Jó, hogy szabott... Szabott... Ja, a pálya neve Szabotázs, jól van. Igen, egyébként TDM. Ha látsz egy ilyen... XD, nem tudom milyen nevű játékost, azt így... Így akkor szólj és keresünk egy másik játékot, mert... Ó, oh, bakkaj, ez elég nagyon felbaszott. Következő volt, futok, a csávó még sehol, kaptam egy fejest, aztán megjelent. Így belépett a folyosón a fejes után egy fél másodperccel, hogy hello, amúgy én lőttem, csak így. Kanyajba. Ketté fejled, ugye, ejeket? Új, talán nagyon durva dolgot reggeliztél akkor most. Úgy érzése.
kicsit egyébként is be vagyok lassú, elég szar napom volt. Ez mi ez a juha, te jó ég? Így. Így kell ketté fejelni valakit. Na menjünk ölni, kiálljam ugye a jucid. Megint ott tartunk, hogy... hogy nem szólalsz meg. Milyen fejest kapott. Lehet mindjárt tolok még valami kis zenét is, mert ez így... ez így olyan lagymatag. Valami masszív PvP zenét mindjárt keresek YouTube-on. Na nézzük, mi van itt. Csak jó halka le kell venni, mert üvölteni fog bele a fejembe. Metal Step. Érted? Van itt valami agresszív PvP. Ez mondjuk nem lesz rossz. Ez most úgy szakít. Mindjárt jövök Deathstalk, megmentelek. Megszavingelek mindenkit. Látom, fedeztek ki, hogy itt a kezdőn. De fasz. Megint ez így, van ez egyébként a sánc, körbefutja az egész pályát és a hátunkba kerül. Nem hülye. De ettől még nem fogom kedvelni, de nem hülye. Ó, egy csoki. Elhaláloztál már? Ajaj, gránát fájni fog... úgy tudtam. Próbáltam bemászni a kulóautomaton mögé, hogy hát ha megvéd, de nem. Milyen szövetből van az a juha? Balázs, gyorsabban futsz tőle, mint én. Vigyázz, Gernát! Ajtó jobb alsó sarka. Flashbang, ment a flash. Vakulja! Hát ez... kiosztott egy... egy nem is tudom mit. Ez meg valahogy nem az én... nem az én műfajom. Ez lesz az. Na, előre. What is love? Baby, don't hurt me. Mehetünk. Most csak keresztem valami ideillő zenét. What is love? Vladislav? Baby, don't hurt me. Ops, bocs, ezek ti vagytok. Hoppá! Csika! Te hogy kerültél ide? Yes. Bocs. Ja, hogy beálltál csipázni, jó van. Azt is lehet, persze.
Pázz le nekem onnan! Hoppá! Egyetlen zsákutcón a pályán azt is megtalálom. Na lőjed! Kidugta a buksit. Anyád, hát... Hú, ezzel lövök mindent, csak azt nem, amit kéne. De lefeküdt egyen meg. Szép lövés. Ez nem adja, de majd ez? Így. Kevik. Tedd már le azt a csipát a picsájába. Mondjuk, ha nem egyedül mennék nekik, lehet, hogy lenne esélyem is ellenük. Tehát a srácok itt állnak hátul és kempelnek. A csipa pályabaj ment az előbb. Csoki, mibe szaladtál bele? Ott se voltál még. Hát még 250 millisek kellett, mire kijöttél oda. Wow. Tényleg én mit fújok? De laza. Ó, bakker, hogy itt már mindenki ellenem van? Nem tudom, ki volt az, de kösz. Halljál meg! Die, bitch, die! Te is tölts, jó? Jött a velem vagy? Lehetne közelebb a fejedhez az a kék feliat. Pedig még láttalak is egy pillanatra. Megy a 40-es. Pocsékolom itt a 40-est. Ment a flash. De miért nem halnak meg? Hát beleküldtem a csávóba, nem tudom mennyi 556-ost. Valamit ki kell eltalálni. Tessék, most is. Legalább 3-at beszedett, de még itt szaladgál. Ez is legalább 2-t benyelt. Hát is két embert kibasztak magas ping miatt. Egyik se én voltam. Nem láttam senkit ott elő. Aztán ez persze nem jelent semmit. De gyorsan fel is jövök. Ha valaki ott akar csipázni, az csúnyán leszedem onnan a picsába. Hopp, itt jönnek. Anyátok is pucolt libát. Jól indul. Mi a fasz? Ja, bazd meg, hogy onnan? Aha. Bukta. Nem, Vin. Hát ez...
Necces, nagyon necces volt. Ó, kaptam egy promotiont. Túl sok minden mondjuk nem jár vele, ahogy látom. Lebb is. Hát, medál. 100 medál. Juhú! Kaptál kulcsot? Mázlista. Én nem kaptam kulcsot. Én 100 medált kaptam. Double XP. Double XP, double gold. Van itt minden, mi szemnek szájnak ingolja. Kinyitod, vagy mehetünk? Kinyitod. Jó van. Ez az M4-es, azt tetszik, ilyen nem volt. Ötvé-öt. És milyen játékmód? Demolition. Mehet. Hadd menjön. Azért vannak itt jól kinéző csúzlik. Csak hát... Ennyi után a jó istennek sincs. Egy ilyen katanát. Azt így beújítanék. Nem, hát ezt kihagyom. Csapd az imbet. Ez a Demolition, ez a bomba hatástalanítós történet, igaz? Ja, aha. Jó, és akkor az egyik, az bent van hátul a konténereknél, jól láttam? Nem hajpomám le a fejet, hogyha beleszólsz, vagy belebeszélsz a mikrofonba. Felülöm, ha szeretsz gépelgetni, ahogy érzed. De oda baszott a bolt catchnek. Megy a játék amúgy. Senki nem indult el. Nem streamelek minden este. Van, hogy HP streamelnem én. Vigyázz, az még él itt valahol. Ebbe beleszaladtunk. Nem, mit írtál pontosan? Hát, hogyha nem minden este streamelni, hát... Mondom, tegnap este például nem streameltem. Tegnap este HP streamelt. Micsoda eltó party van itt nálam. Beszalsz, olyan jó zenék mennek. Este nem nagyon szeretsz beszélni. Mert... Napelemes a szár, vagy mi?
Jó, hát oké, figyelj, nem előszak a disznótaj, hanem nem. Viszed a bombát? Vagy vigyél most valaki más? Na, lehet, hogy... Na, nem, megvárta volna, még felveszette. Meg így, ja, jó étvágyat. Faszom füst. Nincs itt senki. Aha, hát amoda állnak, sajkon túl. Lászó bitte. Laza vagy a pillangóval. Á, megjegyeztem a kódot, mert tudnám hatástalanítani. A hanyag eleganciával ütötte ki azt a tájat onnan. Ez 50-es desert, figyelj, mert jönnek. Ha jól hallottam, valaki futott. És beint. Ez te hülye. Hát úgy leszedhetett volna minket, ahogy illik. Nagyon nyomod. És most túlbintaik a... Sprint. Pedig még az is majdnem megvolt. Még az is majdnem megvolt. És mi lenne, hogy rögtön hátra mennénk? Lehet, hogy meghalunk, vagy valami, csak nézzük már meg, mert most annyira oda szoktak, ott valaki leugrott. Azt láttam. Halott. Itt maradok fent, innen figyelek. Saját csinálja. Szerintem. Aha. Azért indultam, mert láttam, hogy felvette.
Nem, nem. No, no. Szennyi a Superman, nem halni meg. Mondjuk hát azért neki, ahogy észrevesztem, nem ezek a VR játékosok vannak. Hogy ilyen 42-5-ös átlaggal játszik, és... Tehát, hogy... Na, szóval nem annyira kevesebb talán egy kicsit a cheat-el, és inkább a játék élvezetéért vannak itt. Honnan szedték le? Hülye, hát beláll a tűzvonalba. Hol a bomba? Jó, hogy itt van vadásznál. Jó van. Az te vagy? Plantó. Jó van. Mi a fasz? Jó, hogy ott egy... hogy ott egy átjáró. Hahaha, akkor onnan lőtt az előbb is. Ez kapott egy gránátot vadásztól. Figyelj, nehogy ott legyen baja. Igen, ezt akartam pont mondani. Szép, 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 szép. Jó, hogy nem szedte fel a bombát. Zsíj. Kőj. Teljes, annyi elég is volt.
Na itt vagyok. Hú, eltűntél. Mi történt? Itt vagy meg? Ment az... Confirm, jól van. Valami be meg akartál hívni, amihez nem vagyok elég fejlett, vagy hogy mondjam, jó? Tehát, hogy conditions not met. Kap, csönke vagy. Mit akartál? Egyébként valamilyen ilyen olyan kedvszerű cuccot? Hoppá. Egészségem el. Ja, itt a vizet. Ah, jó, kösz. Everyone, a Eddie. Ja, igen. Olyan bocs, behallatszik, de ja, igen. Kell hidratálni. De aztán fejfájás lesz a vége, az meg nem jó. Igen, aztán közben összeajaktam. Mit tolunk most? Ja, Demolition még mindig. Jó. Ja. Hát azt mondom, a héten már nem fog megjönni a zöld háttalem. Úgyhogy reménykedek benne, hogy jövő héten, hét elején megjön. Jó lenne a november elsője streamhez meg lenne. Még azt sem tudom, hogy ott mit fogunk tolni. Valami hol lesz, az tuti. Ez mekkora zene volt, igen. Jó kis Prodigy. Csak ide belenézte. Na mindjárt meg sajnálok. Hát az... elég gyors volt. Na jó, az meg pofátlan volt. Easy. Köcsök. Hogyan olsd be az ellenfeleidet? You didn't even need a pro's help. Jaj már Istenem. Jövök veled. Vagyis hát jövök utánad. Egy kis insomnia. Fejt lesz.
taktikai felállás. Nem tudok elrúgani. Oh shit. Ott látok egy buk... Ja nem az kamera, azt hittem buksit látok. Haha, bebújtam a helyedre. Most még nem tudok kijönni. inkább maradok itt bent. Jó, oké. Figyelj, olyan felé lesznek, mert nem láttam senkit. Ott vannak? Gránátot dobtak be. Loser, user, mindjárt bejön. Ne füst! Ne füst, hát azon mi se látunk át, te okoska. Micsoda? Haj, mondtam, hogy egész. Út, kicsit bekésett. Anyád, ez nem velem van. Bakker, ez hogy idejött és benézett? A szív volt osztályom. Te is meghaltál? Na fassa. Csak azt hittem, hogy... Valami azt hittem, hogy te vagy az, vagy legalábbis egyik őtök az. Szép. Kitoltottál be így? Mi volt? Go back in your mom and think your life over again. Jaj, de nagy szájkajatésok vagyunk itt mind a két oldalon. Tisztának tűnik. Aló fasz, de egyet legalább leszettem. A másik mostolt sarkon jön. Ott van. Szép. Te kontrollál játszol? Nem, jó. Csak annyira egyenletesen fordultál fel, le meg sem mozdult az ege, azt hittem. Nagyon ütemre tolod itt ezt a késes dolgot. Pont zene ütemére nyomtad ki, hely volt. Hát most kicsit elcsúsztál vele, de az előbb jó volt. De menj be, robbanni fog. Az már túl szép lett volna. 4-0. Jó, szegények. Az a Skyers bejön. Jó cucc. Glock helyett majd lehet venni fogok egy 19-11-et. Jó, majd
kiklippelem majd akkor utólag, majd visszanézem, most nem... Vagy srácok, ha valaki itt van klippelte esetleg? Nem hiszem. Túl sok tennivalom nincs, én már csak egy kávét kérek. What bono? Most nem mennek ki cseten. Jézus! Bakker, nem is olvasom. Néha, hogy oda nézek, és olyan chat üzenetek vannak, hogy én jövök zavarba. Ah, ott vannak majd. Csak lesz támolás kis Tokióban, bazeg. Mindenki biztosítson mindent. Telepítek. Next. Next. Finish. Jó, 18 élettel bakkáj. Emberkedek itt. Lasz már szó, bazen, futás. Ennyi. Majd hukat tekerjük fel azt a hangtompítót. Annyira együtt mozogtok. Egy határozott sorozat, és egybe leszednek titeket. Jövök. Csak beugrattam hozzád. Azt hittem már sose hal meg. Van bent valaki? Húz, nem tudom, hogy kik ezek, de... Nagyon, nagyon csúnyán kikapnak. Jézusom, ez az... I lost my soul. Ajánya, 23-1. Nyilván jók a reflexei. Aha. Azt te kaptad? Nincs ott fent a izébe? Ott. Na jó, elmész a picsába. Skandálba az majd. Kilátszott a hajam és fejbe lőtt. Pedig nekem aztán nincs sok hajam. Hát ez... ment volna inkább a hajónőnek.
Nem, hogy mindig itt vannak. Ez csúnya volt. Jaj, ez csúnya volt. Ja, ennyi. Megint kaptál valamit, mi? Rohansz ládát venni. Pistol only. Hát... Egy a kefe. Menjünk egy pisztolyonlőt. Viszont... Akkor... Na szívas majd. Hol van a... Hol a koltom? Ez itt egy opció. Pillanat, pillanat. Ezt mondjuk aztán meg tudom venni. Mennyi van csak? Negyvenötös. Így. Jó, mehetünk. Ilyen fejet vágtál te? Miért vágtál ilyen fejet? Kefének van szája. Ezt most hogy érted, hogy a kefének van szája? Ja, egy a kefe. Jó. De sokan leszünk. Nem pisztolyon lő a történet? Jó, de. És akkor van pisztoly meg kés, aha. Na, én kíváncsi leszek. Ezzel a pisztolya még sose öltem senkit. Nem is ölhettem, hiszen most vettem. Majd most ölök, vagy halok. Úristen, milyen pálya ez itt. Aha. Hát vagy nem. De pedig jó lenne ölni valakit vele. Esélyem voltam, de nem baj. Majdnem olyan volt. Bírják a 45-öst is, mint az 56-os, nagyon kemény. És akkor most, így hogy kifogytam, menjek, halljak meg. Lekésellek a picsába, vagy nem.
Haj már meg, hát 45-ös. Ne szívas. Nem, nem halnak meg. Még van itt töltőnyem. Kettő. Tényleg volt egy még a csőben is. Hát. Szerzünk valakitől egy pisztolyt. Na, halljon itt meg valaki? Hülye, miért váltott vissza a pisztolya? Nem tudok késelni se, vagy mi? Nem rossz ez, csak az a harci helyzet, hogy nincs túl sok töltény. Még egy van. A szám még nem akadt hátul. Még egy golyónak lenni kell a tájban, vagy a csőben, na. Hát, az egyet még azért célba juttattam. Na most adjatok nekem egy golyót valaki, vagy pisztolyt. Nem? Senki? Akkor csak simán meghalok. Jobb oldalt ott vannak. Ott van még egy. Nem, egyszer nem halnak meg. 45-össel lövöm a csámót és nem hal meg. Egy ember töltem meg eddig. See you. Hát az kifogyott. Elég hamar elfogynak ám ezek a pisztolytöltények. Tájt nem. Így is lehet. De vége valakit megöltem. Négyszer kell fejbelülni 45-össel, hogy meghaljon. Igen, ott volt a negyedik. Egy, két, há, négy. Egy, két, há, nem. Hát... nem nagyon sikerült eltalálni. Egy volt csak. Három. Négyszer kell fejbe lőni, hogy meghaljon. Nem kicsit. Ilyen még a Stalkerbe se volt, basszus. Ugálj csak.
Hú, a felsztosztó, de azt hittem megint meg akarnak késelni. Gyere ide! Játsszuk le, mint férfi a férfival. Ezt fogom csapatni vasárnap is. Ennyi. Halálozzatok el! Ha nem, akkor majd én. Lépcső jobb oldala, srácok. Ja, húz velem van. Mi a picsa? Lejohantak, basszus. Kicsit olyan volt, mint a 8 guy. Anyád! Bokáját! Messze, mocsok, még egyet kapsz. Látlak téged is. Szóval kaptál egyet. Egy mínusz. Jó lesz ez. Kevik, téged egyszer meg kivágtak magas ping miatt. Ennyi. Vége. Lost, win, win. Ja, jó játék volt, hát. Neked? Az szép. Az szép. Nekem szinte max hátul jó. Negyedik. Na. 10-15. Öltem 10 embert. Azt. Nem is gondoltam volna. Nem ez, de... Puskapárti vagyok. Viszont kaptam ládát. Nem lesz az a 45-ös, de így, hogy ezzel is négyszer kell fejbe lőni. Hát az úgy... Meg ezt a game módot kell négyszer is kulcson, kapunk kulcsot. Ja. Jó, csak én most hadd tartsak egy 5 perc szünetet, jó? És akkor utána tolhatjuk még ezt. Na, úgyhogy mindjárt jövök vissza, aztán pisztolyozunk tovább. Ne jó, anyjatok sehova.
The beginning of a new and excitingly different story. Na, hát úgy látom, hogy egyedül fogom folytatni.
Balázs lépett. Kocsi Lajos, nekem ennyi elég volt. Mája, köszi a gémet, további jó játékot. Hát Balázs, én köszönöm, ne viccelj. Egy élmény volt. Úgyhogy csapódunk is vissza. Uss! Olyan vagyok, mint egy jelenés, egyszer csak így megjelenek. Na, tudunk még egy quick meccset. Sőt, nem is TD-n, tele van cheetah ekkel. Egy jó Demolition 5v5. Persze a cancel elnyomok a confirm helyett. In your head. Hangászok, mint pókalucánásba, vagy mi a manó. Csávó bekempelte a lépcsőt. Ott jönnek. Jó, mindenki előtt az összes gránátot. Ez mekkora zene. Szavas kúló! Mi a pálya? Dolgozol? Otthon vagy? Vagy mi, Manu? Ja, gyakorlok, igen, muszáj. Nagyon szajul ment múltkor, úgyhogy... De látod most... Lövés nélkül nyelek. Annyira jó vagyok, nem pazarlom a lőszert. Ó, te szegény. Te szegény. Nem tudnék most dolgozni. Majd holnap fogok. Basszus. Te se tudnál, de muszáj. Hát az ilyen. Ú, de átdobtam. Te jó vagyok. Hogy átdobtam két ablakon? Aha. Ezt a húsom. Ja, jó. Én se vakulnék meg a flash-től. A ritka undorító ez a nap. Mesélj, mit történt? Nekem is szajult el egyébként, de... hogy ez mit kapott? Júj! Szóval nekem is szajult el, de... mondjuk, hogy elviselhető. Aztán persze még nincs vége.
Hát az most nem jött össze. Láttalak ám, csöpi. Ma minden ember hülye. Önts ki szíved. Akkor nem telik eseménytelenül, gondolom. Ha ma minden ember hülye. Anders Haugennek nem vakító a flashbang. Ügyesek egyébként, fájban tolják, jól csinálják. Tudják egymást fedezni. Hú, de mellé lőtte végig. De a falat megölte. Ez az 50-es desert végül, ez kezd olyan lenni, mint a nagy tájápjájók, hogy ha pici van, akkor venni kell egy 50-es desertet, akármilyen szaj is. Hát te hülye vagy. Ó, bazz. Ügyes. Az ügyes volt. Meddig dolgozol, skuló? Ú, a daja mehet. Gájánátot. Szép. Pedig várható volt, hogy onnan kijönnek. Buzza el az automod. Ó, és valóban. Engedélyeztem is. Volt egy német fazon, aki azt hiányba akart felmenni az autópályája már megint. Pedig, na mindegy. Mielőtt befordult volna, megállítottam. Mondtam neki angolul és magyarul, hogy ez azt hiány forduljon meg, és ott a másik. Megköszönte, és ugyanúgy tovább hajtott. Jeez. Jaj, Istenem! Jó, az emberi hülyeség határtalan. Ja, nem tudok mi mást mondani. Engem az M5-ös most hazafelé tolt, vagy hát az M5 kivezetőn hazafelé tolt egy Mercedes, irtózatos tempóval jött a seggembe. Na most nem fogom előtte nyomni, 70-es korlát van. A csávó úgy fékezett be a seggembe, hogy bukott a Merci elője. Au, te kis mocsok.
Ó, kösz. Szép, szép, GG. Utána mentem villogva. Nehogy nekem itt hitásként szarnapot csináljam. Ja, az a sok papírmunka, meg a sok kaita befogja az ember kezét, ne? Ez csúnya dolgokat tud művelni. Valaki elindul szembeforgalommal az autópályán. Az biztos. Főleg ahogy hajtanak. Meg hát pláne az M1-esen, sok német, oszták, meg hát a déli szomszédokkal nem is beszélve. Még a 40-esbe se halt bele a csávó. Ja, és végülis azt nem tudom, mondta, de hogy meddig dolgozol? Meddig nyomod ma este? Hál' Istennek, gyorsan nézve kapott és felállt, rájött. A negyedik ukán kamionos megmutatta neki, hogy már van az irány. De a lábam zene miatt. 11-ig. Az van, mindjárt itt van. Közben nem szóltok, hogy ne mozgassam a széket. Plentelünk. Ja nem, védünk. De hülye vagyok, az előbb lenteltünk. Jó, akkor jövök veled én. Szétszélettek a többiek. Te kit lősz? Na most tényleg engem lősz, de ennyi, hülye vagy. Akkor itt hagylak. Könnyű leszettem félig az életét. Aztán jött az ütes vezető. Jeez. Te szar napod van. Le akart fizetni 155 forinttal. Jó Istenem. Ezek de egyszerűek. Hogy görbüljön el a bokád. Ja, tényleg nem fogadtad a 125 forintot. Abból meg kijön két sajtos kifli. Gazdagon vettem egy jó kisiból is, hogy bakáj. A jókával a bakancsodon. Nem tudom, Hápi mit fújjon mögöttem, ő szereti a jókákat. Mondjuk valószínűleg nem az ilyet. Hogy? Igen, szerintem ugyanarra gondolunk. Számítanak, hogy nem volt majd dolgok.
Tessék? Ja, hát írd meg neki. Kezdem sajnálni ezt a fegyvert, mindig olyanokat oda csap a bolt kecse. Még a 200 lett volna? Pedig azt mondtam, most pont az előbb, hogy 165-ből kijött volna egy Top Joy. Terminus. Hello. És abban lehet, hogy van valami vidám üzenet is, azokat szeretem. Igen. Na látod? Lehet, hogy akkor megérte volna az a 155 forint. Mert ő az adott üzenetet, hogy tedd le a szolgálatot most. Azonnal. Be kellett volna adnod, hogy az ajóka az a tiéd, mert szajú vagy. És akkor hazaengednek. Megspórolsz egy napot. Na kaptam két kulcsot, nyitogassunk. Nyitogassunk, mondjuk kaptam ládát is. Ezt a Scary Pumping Boxot nézzük, mi van benne. Egy kártya. Makász. Megint egy ilyen kés, ezzel nem hiszem el, ez már a harmadik. Van még szerintem ilyen ládám, van hát. Mint a szaj. Olyan, mint a... Na, majd negyedik kés, toljál be. Ó, hello. Hello, szia. Szia, hello. Ide majd be is csattintalak. Sőt, azt nézd a Sky helyre. Hol vagy, egyelek meg, ja, inboxba. De ez csak 30 napos, ez a csúzli. Nem, permanent. Az a kés az olyan snasz. Egy, az jól néz ki.
Vagy egy futóba lépek be. Hát jó. Na nézzük, mit tud ez az AK-12, vagy mi a manó ez? Ez valami AK-val ilyen, és AK-12. Hol van ezen a szíjakasztó? Kéne hozzá egy Tokajev pisztoly. Majdnem. Hova tartani a mai nap, hogy fájó meg otthon betegéskedik. Jaj, csak nem elkapott valami vírust. Na, de most komolyan, mi történt? Engem vagdaljál, te basztod el. Ez nem tudom, mit forgolódik itt össze-vissza. Szegény. Biztos, hogy bekapta a legyet. Szerintem nem volt vicces. Aha. Hát én múltkor láttam egy képet. Jó múltkor, amikor ugye nálunk kiderült, hogy elkészült a baba és érkezik. És akkor volt egy ilyen kép, hogy leányzó öleli a porcelánbuszt. Épp masszívan tölti fel tartalommal. És a srác meg vigyorog, és oda van írva, hogy babát váljunk. Következő kép, a csávó öleli a porcelánbuszt, és tölti fel tartalommal, és a csaj pedig mondja, hogy ikek. Tehát egy zseniális kép. Hát, hogyha hasonló képpel jársz, akkor jót fogunk rajtad mosolyogni mi is. Négyet? Minek négy? Az első három pozitív lett és kezdtél aggódni, mi? Na akkor menjetek arra, jövök ide. Ó, bazz, hát ez... Ezt nem is tudom hova tenni. Jó, hát fejes, ennyi. Mit mondtál?
Hogy ment tesztot venni négyet? Őszinte szívem, nem gonosz, őszinte. Tessék? Ó, persze, az mindenképpen szállját már a nyakába egy diákítőt. Tessék? Nem, hájommal. Hájom gyerekkel ahhoz, hogy... Csak mondom egyébként, hogy HP kapásból elintézi a pénzügyeiteket. Aztán nem tudja, hogy mit aggódsz. Tehát megszületik a baba, pályát felveszi a diákhitelt, emelhetőleg hájmasikek, és akkor nem kell visszafizetni. Ennyi. Ha nem hájmasikek, akkor beszoptatok egy diákhitelt. Ennyi. Most már éltem a fazont, akit 3 hónapja láttam a bevásárló kosarat egy faszinak egy terhességi teszt, zsebkendő és egy üvegviszki. Ja. Nem akkor a paja ez egyébként. Jó buli, csak az első 18 évet kell kibírni. Hogy kap be? Te mit lősz, drága kenyér? Mit lősz? Ilias. Te Ilias, te. Szóval pozitívan állsz hozzá, és semmi lehet, hogy 18 évesen már elköltözött. Nem, csak... Ezt én remélem. Igen, ezt hátul reméli. Tehát most így pont abban a korban vagyunk, hogyha a gyerek 18 évesen elköltözik, akkor az első 18 évet még be tudjuk pótolni. Jó az egyébként. Nem kell túlpályázni. Ó, hogy az anyád, atya úristen itt, te! Te dongalábú, dagadbokájú. Tényleg is? Negatívak lettek? Mert igazából nem beszéltünk, csak hogy elmentél venni. Azt nem mondtad, hogy... Mondjam a sárkánynak otthon. Jó, nincs. Na. Distingválj, légy szíves. Vannak érzékenyebb évek. Ilyenkor ezért sok ettent kell dobálni a szoba túlsó sarkából. Ennyi. Kibírható. Beszívta. Szóval... Eljedmény. Ja, hogy... Ja! És akkor most minek dökkoljunk, hogy... milyen eredményt szeretnél? Menjél csipázni a majakázi, ne engem lődözzél itt.
Minek állsz ott akkor? Minek van ekkor a puskád? Kicsi a pütty-pütty? Vagy mi? Beszólt a tecső a YouTube, hogy a videó lejátszó szünettel. Tovább nézed? Ne viccelj. És hát nem járjuk iskolába. Ó, ne viccelj, már tudod, hogy a végez mire. Hogy állja? Ja nem, még csak most kezdődött. Még nagyon nem gondolkoztunk egyébként. Mióta vagytok együtt?
Tényleg igen, volt egy ilyen egészen finom célzása. Igen, emlékszem. Jó, hát én meg a lánykja is előtt szívtam a vélét, úgyhogy nem is tudott róla. Ahol hajlatoség volt. Hogy? Hajlatoség volt. Következő volt a sztori. Kollégám kedvet kapott a lánykijöléshez. Meg hát kollégám, hát igazából barátok vagyunk együtt, tehát ő volt az edzőtársam, magáztunk, meg tudom, ez is már egy jó ideje. És én ahogy elkezdtem beszélni a lánykijöléssel, ő is kedvet kapott hozzá, nagyjából ugyanannyi ideje van együtt a pályával, mint mi Happy-val. Annyi, hogy náluk úgy jött ki a lépés, hogy egy picivel hamarabb történt meg a lánykérés. És utána bejöttek az irodába, miközben a srác Szabin volt, bejöttek és megmutatták a gyűrűt. Én meg leírtam HP-nak, hogy na hát most voltak bent a Mikiék, és milyen cukik, meg milyen szép gyűrűk van, meg mit tudom én. Ő meg az anyukáján elült a konyhába. Lecsapta a telefonját az asztalra, hogy nem igaz, hogy miért kell nekem ilyesmit küldözgetni meg, hogy ezt miért kell nekem leírni. Iszonyatosan felhúzta magát. Aztán volt még egy-két ilyen eset. De ekkor egyébként a jegyű már az autóban lapult. Úgy eldugtam, hogy ott volt vége a szem előtt, mert tudtam, hogy ha szem előtt van, akkor úgyse veszi észre. Úgyhogy ez igazából meg is volt, ez össze is jött. Miki, tapsi, hapsi, mi van? Milyen Miki? Ja, nem. Jó, értem, leesett Miki, nem, nincs tapsi, hapsi. Úgyhogy irtózatos puffogás, és hát valószínűleg volt benne némi hajag is, vagy nem is tudom minek nevezzem. De hát aztán végül is csak megkapta azt a gyűrűt. Hallod, nem tudod hova tettem? Vezető oldalon az ajtó zsebbe. Ennyi. És ott volt, tehát dobozza. Csak így dobozost egy betettem oda is kész. Ott volt kb. Két hétig. Azt hiszem. Flex Ninja EU. Te hivatalos neve van. EU. Au. Át fogom magam keresztelni. Lajos király. Au. De miért egymást? Ja, hogy ez nem is ő. Ez kint van. Jó. Azt hittem, hogy csapattársak le. Szóval ja, ez a része egyébként, így a lánykérés előtt, ahogy tudod feszíteni a húgat, az tök jó. Tök jókat mosolyogtam rajta. Nyilván a szülei be voltak avatva. Az anyukája meg tolta nekem az infót, hogy most itt puffog, most ott puffog, most itt ezt látott, azt látott, és most ezen húzta fel magát, most ezért pityelget, azért pityelget. Úgyhogy már tudtuk, hogy ott van nálam a gyűrű.
Ha holnap nem leszek, akkor hirtelen felindulásból megrövidítette az életemet. És ha lánykörülés lesz, akkor milyen lesz ilyen kis nasz? Ilyen... Tehát, hogy a snasz az nem jó szó. Tehát, hogy ilyen nagyon rögtönzött, vagy valami ilyen kis megtervezett happeninges, eseményes történet. Balázs most nincs, van egyébként általában, de most nincs, most megy egy bevált mix. Helyes. Trollkösz. Mikor trollkodtam én? Valami motyogást hallottam hátulra, de ez a füles tök jó szigetel, úgyhogy... Kösz. Aztán bennem kell egy napszemüveget is. Az! Ott áll gránáttal a kezében, egyébként pöcsét is foghatná, pont annyira megyek vele. Igen, azt mondtad, hogy türelmetlen. HP is egyébként. El se tudnád képzelni milyen szinten. De... Ha jól balanszolod a dolgokat, akkor ezzel meg lehet oldani. Hát most azért nem fogok leülni öltönybe streamelni. Max a Hitment játszok. De összecsipáztatok itt. Majd ha egyszer Hitment streamelek, akkor talán... Még most is ide ülhetnék ilyen mindenféle katonai cuccban, mert van itthon bőven. Balázs! Két óra! Kereken két óra! Skuló, te dobd meg be egy Watch Time-ot. Két órát vettem az életedből? Két órát adtam neked az életemből. Fizessen vissza, hát valamit le kéne tenni az asztal először. Oda néz, oda néz! Egy óra és 20 perc. De nem, egy nap és 20 óra. Egy nap 20 óra. Az az olyan... Mekkora troll a csávó, és mekkora balfasz egyúttal. Két hónapja? Már két hónap? Hú. Hát azt szerintem nem is akart tudni. Ó, 4 hónap. Nekem többnek tűnt. Tök sokat beszélgetünk. Vagy csak nekem tűnt többnek? Azt hiszem, legalább ilyen fél év. Kikkelek magamból? Én is gyorsan kikkelek magamból.
Húzd, de balzasztóan hangzott. Úgy sem vannak, még a gerince is eltelt ebbe a lövésbe. Ó, nem baj, ott meggránátom. Basszus, ezt de benéztem. De legalább szabad hétvégén van, őszi szünet. És majd gyakorlok kicsit. Ja, hogy szabad, jó, értem. Hát nekem a jövő hét hétvége lesz hosszú valamilyen szinten. Jöttök megint kempelni, mi? Béna vagy. Én meg gyorsan halok. Neked van 9 hónap pihid? Hát már csak 4. Miért nem? Hát, de, igen. Happynak van 9 hónap pihije. Meg igen, már csak 4. Jó, mondjuk abból az első 3 hónap az nettó migraim volt, meg 2-ös letes. Akkor ott inkább bejártam dolgozni. Figyelj Balázs, igazából elindítottam egy mixet, ami kellőképpen hosszú, és mondjuk, hogy jó zenei alapok vannak benne, ennyi. Ez most... megy. Viszont csak feldolgozások. Na, szerintem így se igen jártam meg. Hol van? Miközben Lajos eszi a szalámi szendvicset és szülcsöli a vizet. Nem vagyok szalámi szendvicses. Majd viszek valami faszokolbászt. Ó, de gyorsak vagytok. Nem folytogat senki senkit. Csak ha megkérjük el. Miért nem lőtte? Leszünk picsázva. De nagyon. Ha nem baj, végül is nem címmeccs. Miért nem töltöd meg rendesen? Hát szok kell még újra töltenem.
Na, hát ez itt kappa, itt nincs. Kinek? Nekem? Desert Eagle? Az egy 45-ös kocs, kúló, ne csináld már! Ismert fel! Ez egy Desert Eagle, hát ó, ez úgy néz ki, mint egy Desert Eagle? És kúló. Ennyi. Itt fönkon láttam ugrani valakit. Ja, igen, az lehet. Fent láttam, az lefeküdt, elpihent. Nem, itt van a bomba. Másik helyen, ó, oh, basszus, onnan jöttünk. Amanóba! Nyomás hatástalanítani. Nekik nem rúg vissza a fegyver, biztos. Gyertjük.
Új, kit fognak a... Milyen? Mi van? Levajadtam, hosszám. Ez mekkora zene, ezt szálljatom. Ja igen, szegény múltkor várt, hogy jössz. Aztán jól nem jött el. Tessék? Nem baj. Semmi baj. A lényeg, ha én szólj velek itt vagy, ennyi. Valamit beszólt, nem értettem, mert füles szigete. Azt már kapjuk be. Na jó. Tolunk még egy utcsót. Jó a hangulat a meccsen, úgy látom. Ez mondjuk gyors volt. Fasznak rohantam ide. Na mindegy. Az, amit küldtél, az elég esélyes eddig. Az egyik. Most nem tudom pontosan mi a neve. Az esélyesnek, de
De az esélyes. Hát igazából még van nagyjából egy hét, és lehet, hogy nem is csak egy játék lesz, hanem, hanem több is. Kiderül, és mindenképp tudni fogtok róla. Aztán remélem nem dolgozol. Akkor. Mert hogy azért délelőtt 10-től durván este 10-ig lesz taim. Illetve hát ez a táj, aztán majd nyilván adja magát a dolog. Ha minden jól megy, fogunk tököt fajagni. Én még sose csináltam. Hápi azt mondta, hogy ők a suliban igen, vagyis hát a többiek fajagtak. Ő megnézte, úgyhogy ketten nekiugrunk a 4 darab bal kézzel. Meglátjuk, mi lesz belőle. Tudja, hogy a külseje tök lesz, és a belseje világít. Eddig van meg a koncepció. Erője vagy. Most nem úgy fajagunk tököt live-on. Az egy másik csatorna lesz. Másik weboldal. Más közönség. Más előfizetési díjak. Hát én ezen a gépen most csak kolonc vagyok. Win. Ennyi. 1-1. Hát ezt kihoztam nullája. Amúgy ja, igaza van Alpinak. Jaja, várj ne kéne ezzel a humorizálással. Nehogy visszanyaljon a fagyi. Vötle elcsúszol a saját poénod-e. Jöhettek át elsőjén hozzánk tököt fajagni. Elfértek. Igen, most még tökös vagy. Az első pozitív tesznél elkezded érezni, hogy húzódnak vissza. Mintha már nem lennének annyira leereszkedve. Ez a G36, én ilyet még sose láttam. Egészen érdekes. Ez megvan.
Ugye? Amúgy nekem is van a kezem lábam, csak HP-jám szólt, hogy ne mozgassam a széket, pedig... Nagy parti zene. Nem pont ebben a remixben, de nagy zene. Milyen Skype DM-el van itt? A kutya meg a macska rúgja meg, de jól néz ki. Hogy? De pedig én tökre látom az arcán, hogy élvezi. Ingatom a kis hájacskáját. Tudod, van ez a ajánlózógép, mivel fogysz? Na hát, ez ilyen. Most lefogyasztjuk fütyőt. Azért azon tornázni is kell. Micsoda? Azon tornázni is kell. Mert állni. Jó, hát most meg lesz a ajánlózó része, és még később tornázik. Majd a kicsi megkelgeti. Ah, Dragunov. Kicsi elbújt a világ előtt. Ez mekkora egy állat. Happy bátyjának volt Dragunovja. Állj, hogy alatta. Kicsi elbújt a világ elő. Jó, hogy takaró alá bújtál. Jó. Na nézzük, nem-e van valaki, aki jelentkezett. De, ki az a Kana? Kana 12, te ki vagy? Negyven órát játszott a játékkal? Az annyit még én is toltam. Ja, nem leave. Miért nem tudok? Hol tudok? View details. Ja nem, 11 órát játszottam vele. Kéne majd tolnunk hétvégén valami klán meccset, vagyis nem most hétvégén, mert most szombaton délelőtt melózok, délután meg itthoni teendőket végzek, vasárnap meg játékon vagyok. De majd valamikor kéne. Várj. Tolni egy jó kis enkidet vagy valami. Pedig már pont belelendültem volna. Jaj, a vége? Ja, vége. Hát ez... nem volt rossz. Olyan nagyon jó se. De jó volt ez. Benne vagyok, összehozzuk valamikor. Mindenképp, ha már megvan a klára, meg ne viccelj. Hát ide nézd, milyen ütős csapatunk van. Hogy nyitom meg? Ja, itt. Hát már vagyunk négyen HP-val együtt. Meg hát ha ez a Kana 12 kiderül, hogy kicsoda. Akkor már leszünk ötten? Már tudunk tolni Demolition-t például. Mondjuk így is lehetne 2v2-zni. Ja nem 3v3 a legkisebb TD-em. Na nem baj. Egyek efe. Szóval, ja, valamikor tolunk. Mindenképp. Hosszú hétvégén például. Lehet, hogy fogunk egyébként Black Squad-ozni is a 12 OS-tai alatt, ez majd még kiderül. Na jó, hölgyek, ujjak, én most viszont elköszönök. Skóló, 3-4 óriád van hát te. Mármint, hogy a munkából. Tehát, hogy most lejjegy fél. De, ja, tényleg, hát az attól függ, hogy ha hazajesz, akkor tudod, hogy nem mindegy, majd kiderül. Ja. Úgyhogy 3-4 óra van hát. Ha 4-2 pozitív, ezt ne csinálj meg mind a 4-et. Igen, ha 4-2 pozitív, nem kell a harmadik. Se a negyedik. Se az ötödik. Ha pozitív, pozitív. Ha 2 pozitív, az pozitív hitel.
Aztán majd tudod, hogy mi van, ha más nem Discordra dobjál fel nekem egy pozitív jelet, hogy, hogy valamit, aztán összehozunk egy valami kis happeninget. Jó? Na, kitartás még az utolsó kettőt hét lesz. Viszkivel simán lecsúszik. Na, kitartás a munkához. Mindenkinek jó pihenést, péntek este van, holnap aludjatok, ameddig én. Nem, egy kicsit tovább, mert relatíve korán kelek. Aztán valamikor találkozunk. Lehet, hogy vasárnap reggel lesz egy kis live. Ilyen kis elszoftos napindító live. Itt a készülődésről, aztán kint a pályán lehet, hogy lesz egy kis fegyverbemutató. Ez majd kiderül. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Erről a videóról is fel fog kerülni a YouTube csatornája az egész stream felvétele, úgyhogy ott majd meg tudjátok nézni, ha valaki lemaradt volna róla, vagy visszanézne valami jó kis jelenetet. Balázs, ha esetleg klippelnél, akkor azt majd tedd meg, hogy bedobod a Discordre. Mondtad, hogy akarsz valahonnan klippelni. Na jó, kellemes hétvégét mindenkinek. Kezeket a paplan fölé. És a többi. Na. Szavaztok, csá, pacsi mindenkinek. Sziasztok!